első alkalom, hogy a könyvhéten dedikálóként, illetve könyvvel veszek részt. Noha ez már azt lehetne mondani, hogy a Kecskeméti Animációs Filmről írt könyvem a 2 2/3. Megjelent könyvem. Ugyanis pont kereken 10 évvel ezelőtt jelent meg az első, akkor még társszerzőként elkövetett könyvem, a Vámpírfilm alakváltozatai. Majd ezután 7 évvel később, tehát 2016-ban ennek a könyvnek a mostani könyvnek a közvetlen előzménye a Magyar Animációs Film intézmény és formatörténeti közelítése, amelyben első ízben próbáltam meg a magyar animációs filmhez szaktudományos módon közelíteni. 2017 tavaszán nyílt lehetőségem arra, hogy az második könyvem folytatásaként már kifejezetten a Kecskemét film animációs film termését vizsgáljam és írjak róla egy önálló kötetet. Ez a munka aztán bő 1 évig eltartott, de az előzményei azért régebbre vezethetők vissza, és nem csak a második könyvemet értem ez alatt. 1999-ig visszanyúlnak a szálak, hiszen éppen most van ez, sőt ezekben a napokban volt kereken 20 esztendeje, hogy az akkori Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon a gyerekzsűri tagjaként részt vehettem. Ez már eleve megalapozta kecskemétiként pláne a kötődésemet a Rajzfilm Stúdióhoz, amely azzal folytatódott, hogy 2000-től 2002-ig Szoboszlai Péter Kecskeméti Animációs Film rendező szakkörén vehettem részt, és ismerkedhettem meg az animációs filmkészítés rejtelmeivel még középiskolásként. Így aztán, amikor egyetemi éveim során filmet, filmtudományt tanultam, egy idő után mondhatni törvényszerű állomása volt a kutatási programjaimnak, hogy rátaláljak az animációs filmre általában, majd következzék a magyar animációs film átfogóan, és ezen belül, különösen mint kecskeméti polgár, a kecskeméti animációs film földolgozása. A könyv elkészítésének a gyökerei abban az értelemben is a magyar animációval átfogóan foglalkozó könyvembe nyúlnak vissza, hogy annak a megírásához már jó néhány kecskeméti animációs filmmel értelemszerűen foglalkoznom kellett. Mindenek előtt a 100 részes, világszerte ismert és elismert magyar népmesék sorozattal. Úgyhogy ilyen értelemben már bizonyos fokig jelentős előtanulmányok álltak mögöttem a kecskeméti animációról írt könyv elkészítése során. Nehéz megtippelnem, hogy hány filmmel is foglalkoztam. A stúdió krónikái úgy nagyjából 300-valahány filmet tartanak számon, mint Kecskeméten készült alkotás, de hát nagyon nagy a szórás a tekintetben, hogy ezek közül 1-2 perces rövid filmek, sorozatok is szerepelnek, és hát számos olyan egész estés alkotás is készült, amelyekben részt vett a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió. Tehát nehéz ezt így számszerűsíteni. Nagyon szép pillanatokat, nagyon szép időtöltést is jelentett ez számomra. Kétségkívül, mint minden esetben, minden ilyen szakkönyv megírás, akkor azért voltak olyan alkotások, amelyek különböző okokból úgymond föladták a leckét. Izgalmas kihívásnak bizonyultak. E tekintetben külön előre venném azt, hogy a magyar népmeséket szerettem volna olyan mélységben vizsgálni, ahogyan még eddig nem tette a szaksajtó, a szakirodalom. És azt hiszem, hogy a munkám egyik legérdekesebb és legszebb szakasza volt az, amikor úgymond végigmentem mind a 100 epizódon, és mind a 100 epizódot valamilyen módon megpróbáltam bevonni magába a könyvbe is. Egymástól sokszor nagyon eltérő rendezői életműveket is vizsgálattárgyává tettem. Ezek nagyon szép és nagyon enigmatikus feladatokat, illetve alkotásokat is magukba foglaltak. Tehát mindegyikhez megtalálni a kulcsot, mindegyikhez bizonyos értelemben adaptálódni, ez mindig egy nagyon izgalmas kihívás jelent. És hát most már alapvetően az olvasóknak a dolga megítélni, hogy ezekből a jegyzetelős, szövegírós, filmes találkozásokból ők maguk mennyit tudnak profitálni.